Plébános úr, húsvét ünnepére készülődve mindenkinek a fejében nyilván él egy kép a húsvétről és az ünnepről, de szerintem egy picit beszéljünk most arról, hogy az egyház szempontjából mit jelent az ünnep, mit jelent húsvét ünnepe. A keresztény ünnepek között húsvét a legfontosabb, ugye a közvélekedés, vagy a közvélemény, ugye a karácsony tartja számon az egyik legkedvesebb keresztény ünnepként, és ez tulajdonképpen így is van. A húsvétnak azért van egy komorabb színezete, de fontosság és sorrendben mindenképpen a legfontosabb keresztény ünnep, amely Jézus szenvedését, kereszthalálát és feltámadását ünnepelteti meg velünk. Mivel indul a húsvéti ünnepkör? Hát maga a húsvéti ünnepkör az egy picit, hogyha távolabb lépünk, akkor gyakorlatilag Hamvasó szerdától, tehát a nagybőjt kezdetétől. Ugye éppen barátaim már most tervezik, hogy jövő farsangkor mikorra tegyék a farsangi bájukat az egyik ilyen közösségnek, és ők már kiszámolták, hogy melyik az utolsó farsang, és hát én meg ugye interneten fenn vannak a mozgó ünnepek, és akkor mondtam, hogy igen, valószínűleg a vasárnapokat azt bele számoltátok a 40 napba, és azt nem lett volna szabad, úgyhogy egy hetet tévedtek vele. Ugye az gyakorlatilag húsvét előtt 40 nappal van, ha a vasárnapokat közben nem számoljuk. Úgyhogy innen indul a húsvéti ünnepkör, és tart egészen pünkösdig, tehát a pünkösdennek az utolsó napja, és addig megszámolható, vagyis hát megszámolható, hogy sok ünnep van benne. Ilyenkor a szentmisék is megszaporodnak nyilván. Így van, a tennivaló is ilyenkor több egy gyakorló lelkipásztornak. Ön szerint a mai ember hogyan tud kapcsolódni húsvét ünnepéhez? Vagy melyik az a pont, ami megfoghatja a mai embereket, hívőket még inkább, de akár a nem hívőket is? Érdekes ez a kérdés, mert éppen mielőtt most önökkel találkoztam, egy beszélgetést folytattam egy kedves barátommal, aki nem gyakorolja a vallását, és a feltámadásról beszélgettünk. Nem volt tér és idő arra, hogy nagyon mélyen belemenjünk ebbe, így azzal zártuk ezt le, hogy tulajdonképpen azért ez mindenkinek a hozzáállásán is múlik, mert a mai ember számára, mondjuk én most a kérdésre válaszolva a legnehezebb pontot fogom említeni, ez maga a feltámadásnak a ténye. Miközben a keleti vallások is behozták a maguk tanaikat, tehát Európába, a reinkarnációval, vagyis a lélekvándorlással. Így aztán a feltámadásnak a tanítása is egy picit zárójelbe kerül. Annyiban zárójelbe kerül, hogy egy a többi között, tudjuk, hogy keresztény gyökereink vannak, de hogy ez valójában mit jelent, ezt azért viszonylag kevesen tudják. És azért fontos ez, mert éppen Szent Pál írja az egyik levelében, hogy ha nincs feltámadás, ha Krisztus nem támad fel, akkor nincs feltámadás, akkor semmit nem ér a hitünk. Akkor valóban mindaz, amit képviselünk, mindaz, amit teszünk, akár a templomban, tehát a közös ünnepléskor, liturgiában, akár azon kívül, akkor értelmetlen dolog. Mégis hogyan tudja a feltámadást elmagyarázni egy hívő ember a nem hívőknek mondjuk, vagy akár a hívők hogyan tudják ezt elképzelni, vagy hogyan lehet erre felkészülni? Érdekes dolog ez, hogy az életünk nagy pillanataiban általában nagyon kevés tanú van. Magára arra, hogy Jézus feltámadt, tehát amikor az a pillanat, amikor kijött a sírból és feltámadt, arra nincsen tanú. Utána már van, amikor megjelent Mária Magdolnának, megjelent az apostoloknak, megjelent a többi tanítványnak, és ez benne van az evangéliumokban, le van írva, de maga a pillanat nincs megörökítve. Tehát egyszer láttam egy ilyen karikatúrát, ugye mostanában divat ez az úgynevezett szelfizés, amikor a mobiltelefonnal önmagunkról készítünk képet, hogy Jézus jön ki, tehát éppen feltámad, és ott állnak az apostolok, meg az asszonyok, és mindegyik kattintja a mobiltelefonját. Nincsen ilyen bizonyítékunk, de általában az élet legnagyobb dolgaira nincs is ilyen kézzel fogható bizonyíték, és ez a nyugati embernek, a tudomány emberének, és ez nem negatívum, csak tény, a sajátossága, hogy mindenre igyekszik kézzel fogható, vagyis érzékelhető bizonyítékot találni. Most Istenre nem talál, vagy éppen a feltámadásra. Ugye általában azt szoktam mondani erre, egy olyan embernek, aki, hogy így mondjuk, messziről jött, bár nyilván ilyen nincs, tehát mindenki valamit azért már hallott erről a feltámadás dologról, hogy így mondjam, hogy három lehetőség van.
Az egyik lehetőség az, hogy mindaz, ami ott le van írva az evangéliumokban, az az apostolok által kitalált történet, és ők szélhámosok voltak. A szélhámosok azt szokták csinálni, hogy amikor lebuknak, akkor elmenekülnek. Na most ők, az a probléma, hogy Júdás kivételével mindegyikük vértanú lett, illetve János apostol nem, de ő sem tagadta meg ezt a dolgot, csak éppen nem ez lett a sorsa. Tehát olyan szélhámosok voltak, hogy azt gondolták, hogy akkor most átverjük az egész világot és az utánunk lévő korokat, és mindegyikünk feláldozza magát ezért a hazugságért. A másik az, hogy mind a 12-en azonos időben megbolondultak, és így megőrültek, inkább ezt mondom, és így áldozták fel az életüket, és marad a harmadik, hogy mindaz, amit ők leírtak, meg tanúságot tettek, az igaz, és azért áldozták fel az életüket, tehát a vérükkel írták alá ezt a hitvallást, mert ők ennek tanúi. Nagyon érdekes, hogy tulajdonképpen a mi jézusi feltámadásba vetett hitünk, az 12 embernek a tanúság. Nem közvetlenül Jézus, hanem annak a 12 embernek a vérrel aláírt tanúságtételén alapszik. Vagy legyen akkor 11. Hogyan tud a mai ember kapcsolódni ehhez az ünnepkörhöz? Sokféleképpen tudnak kapcsolódni, hiszen vannak kivesző félben lévő hagyományaink, és vannak újjáéledő hagyományaink. Most éppen véletlenül a locsolkodás jutott az eszembe, ami egy ilyen elvilágiasodott, de én inkább durvábban fogalmaznék, elkorcsosult szokás lett tudjuk ezeknek a milyennyét, tehát sokan már otthon sem maradnak, hogy nehogy meglocsolják őket. És van a másik, akik hagyománytiszteletből az eredeti szódavizes vagy vödrös megoldást használják. Az illatosított víz, az gyakorlatilag, és a locsolkodás a tojás mellett a legkeresztényibb keresztényi szokás és jelkép, mert nem másra figyelmeztet bennünket, vagy emlékeztet bennünket, hanem a keresztségünkre, amiben vízzel öntenek le bennünket. Hát ennek egy ilyen hagyományőrző vagy népies formája volt a locsolkodás, amiben azért már bőven belement az akkori régi paraszti kultúrának a párkereső motivuma is, tehát a kettő összekapcsolódott, és nagyon jól kiegészítette ez egymást. És az illatosított víz, az pedig megint egy keresztény gondolat, amikor Szent Pál azt írja, hogy arról, itt ugye Jézus mondta, hogy arról ismerjék meg, hogy krisztusiak vagytok, hogy keresztények vagytok, hogy szeretitek egymást. Szent Pál egyszer ezt úgy írta, hogy illatozzanak a ti jó cselekedeteitek. És tulajdonképpen az illatosított víz, amivel hát ugye a hölgyek is ezredek óta illatosítják magukat, ez ment át egyébként viszonylag későn, hogy már illatosították és körülni lett belőle, ez ment át aztán így a köztudatba és a gyakorlatba. Akkor talán a jelképeknél maradva vegyük végig, hogy minek a jelképe lehet a tojás, és minek a jelképe lehet a nyúl. Az én tudomásom szerint a nyúl az egy germán eredetű pogány termékenységi kultuszhoz kapcsolódik. Ha nem így van, akkor elnézést, akkor majd ezt megmondja egy néprajztudós, vagy akinek ez a szakmája. A tojás viszont lehet, hogy talán meglepő, de szerintem annál érthetőbb jelkép, az Jézus sírja. Mi történt Jézus sírjában? Hát az történt, hogy kívülről egy lezárt sír, ami egyszer csak kinyílik, és kijön belőle az élet, nem is akármilyen, örök élet. Ugye, ami a mi fogalmaink szerint itt a föld életben lehetetlen. A tojás kívülről élettelennek tűnik, aztán amikor feltöri a benne lévő akármilyen élet, madár élet, akkor ugye onnantól kezdve már látjuk, hogy nem is, hogy nagyon is nem halott, hanem élő dolog. És ez díszíti aztán a népnek a szeretete mindenféle színekben, meg motivumokban, ugye. És akkor ott van még a barka, amit virágvasárnapon meg is szentelnek. Ez is a húsvéthoz kapcsolódik, de ez inkább azt mondom, hogy földrajzilag kötött dolog. Virágvasárnapon arra emlékezünk, hogy Jézus bevonult Jeruzsálembe. Pálmaágakat törtek le, azt terítették az útra, meg a ruháikat a szamár csikón bevonuló Jézus elé. És a pálma, hát az volt ott egy ilyen
növény, amivel díszítettek, ha valaki nagy győztes hadvezér jött, tehát a győzelem jele. És ezért terítették ezt Jézus elé, győztes messiásként, szabadítóként fogadták őt. Nálunk nincsen pálma, és a legelőször nyíló növények közé tartozik a barka, úgyhogy egyszerűen így alakul. Ugye ezt mindig el szoktam magyarázni, vagy mindig el szoktam mondani a Világvasárnap ünnepén, hogy ha most megmutatnám a kedves testvéreknek a misekönyvet, a hivatalos kiadást, akkor ott az van benne, hogy az Úr szenvedésének a vasárnapja. Latinul egyébként pálma vasárnap szerepel, de a magyarban úgy van, hogy Úr szenvedésének vasárnapja. Mégpedig azért, mert bár akkor ott éjjenzett a tömeg, Hozsanna Dávid fiának, tehát örömmel fogadták a megváltót, de talán ugyanazok az emberek 5 nap múlva már azt kiabálják, hogy keresztre vele, és Jézus ezt a maga profétai látásával tudta, hogy ő neki ez az utolsó megérkezése Jeruzsálembe, ő minden évben felzarándokolt Jeruzsálembe húsvétkor, mint ahogy azt a legtöbb zsidó embernek akkor meg is kellett tennie, illetve valamelyik nagy zsidó ünnepen kellett, Jézus ezt megtette, és azért az Úr szenvedésének a vasárnapja, mert ő már azzal a szándékkal megy oda, hogy ő tudja azt, hogy vele az fog történni, ami későbbiekben történt. Tehát az ő elhatározása volt ez. És éppen ezért van az, hogy virágvasárnap az evangélium, az már Jézus szenvedéséről szól. Ugye ezt hívjuk latinul passiónak, meg nagypénteken is. Nagypénteken minden évben János evangéliumát virágvasárnap, tehát ugye mi most volt tegnap előtt, azt pedig minden évben váltakozik a másik 3 evangélium szenvedés története. És akkor még egy érdekesnek tűnő összefüggés, hogy az a barka, amit most megáldunk, jövőre, a következő hamvazó szerdán az lesz a hamu, amivel megjelöljük hamvazó szerdán a híveknek a homlokát. Tehát van egy ilyen kis körforgás. Igen. Húsvét ünnepét megelőzi a böjt, ami ugye 40 napig tart. Mikor kezdődik, és hogyan kell böjtölni? Hamvazó szerdán kezdődik, tehát ahogy mondtam, a vasárnapokat nem számítva húsvét előtt 40 nappal, és ugye nagypéntek az utolsó napja. Gyakorlatilag az egyház előírja ezeket a böjtöléseket, amiket én mindig el is szoktam mondani. Ugye az úgynevezett szigorú böjti nap az azt jelenti, hogy, és ez 2 darab van összesen az egész évben, nagyböjt első és nagyböjt utolsó napja. Az első nap hamvazó szerda, az utolsó nap nagypéntek. Ezen a 2 napon nem eszünk húst, illetve csak 3-szor étkezünk. Tehát nagyon leegyszerűsítve azt mondom, hogy nincs nassolás, hanem csak a 3 főétkezés, és ott is arra kell törekedni, hogy csak egyszer lakjunk jól. Nagybőjtnek a összes többi pénteke, az pedig úgy böjtölés, hogy nincs húsfogyasztás. Egyszer azt is megkérdezték tőlem, hogy miért van az, hogy halat lehet enni, mert hogy hidegvérű, melegvérű, stb. Erre a szemináriumban az egyik jó kedélyi tanárunk azt mondta, hogy annak idején próbálta volna a Szent Atya megtiltani az olaszoknak, hogy ne egyenek halat. Igazából nincs erre olyan exakt válasz, de valóban a hal az meg a tengeri herkentyűk azok fogyaszthatók. Régen ezt olyan komolyan vették, még az én nagyszüleim és dédszüleim is, hogy külön fazék volt, amiben csak akkor főztek, mert akkor zsírral sem főztek, meg állati eredetű származékot nem tettek bele az ételekbe. Most már itt a lelkületét vesszük ennek figyelembe, és természetes az, hogyha valakinek olyan az egészségi állapot, akkor természetesen ehet többször, természetesen ehet húst. Itt az egésznek a lelkülete az, ami először is abból indul ki, hogy Jézus 40 napon át böjtölt, mielőtt elkezdte a nyilvános működését. Ott van, amikor megkísérte őt a sátán 3-szor, vagy legalábbis az annyival leírva. Tehát Jézust követjük itt is. Ugye a keresztény középkornak volt a nagy jelszava, ez az imitáció Kriszti, tehát Krisztus utánzása. Tehát őt utánozza a keresztény ember, amikor lemond valamiről, de ez nem Krisztusnak a találmánya. Minden vallásban van böjti időszak. Ugye egyébként ugye hát az iszlámban is ott van a Ramadán, ahol még sokkal szigorúbban veszi a társadalom is. Ugye ott az egyénnek nincsen akkor nagy szerepe, mint nálunk. Ott valóban napközben, amíg a nap le nem megy, valóban nem étkeznek egyáltalán. Ha én ezt jól tudom, vagy legalábbis az egyik irányzatom biztos, hogy így van.
Nálunk már ez mindenkinek az egyéni döntése, de én például azt szoktam mondani a gyerekeknek, hogy megetted a húst, elfelejtetted, semmi gond, akkor szerintem ugyanannyi ideig ne kapcsold be a számítógépet, vagy ne vedd a kezedbe az okostelefont. Az legalább olyan nehéz. Tehát valamilyen kötöttségről lemondani. Tehát itt ez a lényeg. De miért kell lemondani? Istennek a kedvéért. Hogy én arra akarok figyelni, nem pedig ezekre a múló dolgokra. Igen, hát sokan azt mondják, hogy ilyenkor valamilyen felajánlást is tesznek, hogy mondjuk nem iszom alkoholt, vagy nem iszom kávét, amit egyébként nagyon szeretek, vagy nem eszem csokit, és én ezt ajánlom fel böjtként. Így van, így van. Tehát pluszban még szoktak hozzátenni, és ugye az azért is jó, mert azt ő önként teszi, ő maga gondolja ki, ő tudja, hogy neki mit jelent az, hogy lemondás, mert ha én nem szoktam tévét nézni, akkor könnyen lemondok róla nyilván. Tehát legyen nehéz, de ugyanakkor ne olyan nehéz legyen, hogy egész nap csak azon malmozom, hogy mikor ér már véget, és akkor ehetek, vagy nézhetek, vagy csinálhatom. Mennyire érezhető a böjt hatása mondjuk így lelkiekben, a hívők körében? Hogy mondjam, én mindig a tettekben kell, hogy ez megnyilvánuljon. Tehát, hogyha megtörténik egy régi sérelem fölött, vagy utána kibékülés, vagy egy picit jobban odafordulunk egymáshoz, magamat is természetesen beleszámítva, a többi emberhez, akkor van értelme. Tehát, hogyha érzékelhetően növekszik a szeretet az emberek között, és a keresztény emberek között, és ők ezt tudják közvetíteni, akkor rendben van. De hogyha a kereszténységen véget ér ott, hogy a pap azt mondja, hogy menjetek békével, és kilépünk a templomból, és ugyanazt folytatom, amit előtte, akkor az nem volt eredményes valószínűleg. Nyilván ezt nem lehet azért ennyire lemérni matematikailag, de azt gondolom, hogy mégiscsak kell, hogy látszódjon. Ilyenkor ünnepek közelettével valahogy az emberekben megszaporodik a jó indulat, és talán a lelkesség is, és többen mennek templomba, többször járnak templomba, de hát vannak olyanok is, akik csak ilyenkor mennek templomba. Mi a helyzet azokkal? Szeretettel várunk mindenkit, és szeretettel fogadjuk őket. Ugyanakkor azt érzem mindig, hogy nagyon nehéz évi egy-két-három alkalommal szólni úgy, hogy azok, akik csak akkor vannak ott, és gyerekkorukból még emlékeznek valamire a hittantanulmányaikból, vagy talán még arra sem, vagy esetleg nem is jártak hittanra, csak valami miatt eljöttek oda a templomba, valami miatt. Ők sem tudják megfogalmazni, hogy miért, hogy úgy szóljak hozzájuk, hogy esetleg visszajöjjenek, vagy ha nem is jönnek vissza, de úgy menjenek haza, hogy egy valamit elvisznek magukkal. Úgy értem, hogy a szívükben. Tehát ez mindenképpen nagy feladat mindig, mert ilyenkor tényleg nagyon vegyes összetétel, és mindenkinek van egy elképzelése az életről, Istenről, hitről, feltámadásról, nagyon sok mindenről. Tehát nyilván az ember, tehát azt mondják, hogy persze ez egy jó pofa dolog, hogy mit tudom, ilyen húsvéti nagymise után a gyerekeket kihívjuk a kertbe, és akkor csoki tojás keresés, meg csoki nyúl keresés, de hogy ezen túl is van azért valami itt, ami miatt érdemes ide jönni. Mennyiben kell az egyháznak ilyen szempontból változnia, vagy liberalizálódnia, vagy igazodnia a korszellemhez, annak érdekében, hogy tényleg minél több embert megtartson az egyház számára, vagy visszacsábítson? Ez azért nehéz kérdés, ezt talán Ferenc pápától kellene megkérdezni, mert van, amiben kell haladni a korral. Szent Atya már nem csak twitterezik, hanem instagramozik, meg nem tudom. Tehát az eszköz szempontjából, de abból a szempontból, amit hirdet, tehát a Krisztus az nem fog változni. Ugye az tegnap, ugyanaz tegnap, ma és mindörökké. Tehát azok, amiket hirdet igazságokat, vagy azt a krisztusi tanítást, az nem változik. És nekünk ebben a változókorban
együtt változva és benne élve egyfajta állandó, jó értelemben vett állandóságot kell képviselni, és ebben nagyon sok minden belefér. Tehát belefér az, hogy karácsonykor a prédikáció helyén, nem is szeretem ezt, hogy prédikáció, homília inkább, tehát a szentbeszéd helyén a gyerekek előadják a karácsonyi misztérium játékot. Mégpedig úgy adták elő, hogy mondtam, hogy nem az oltár előtt, hanem bent középen a templomban, és mindenkinek oda kellett fordulnia. Egyből egy ilyen közösségi hangulat jött létre. Akkor az, hogy én tudom, én megfogom a gitárt, akár az akusztikust, akár az elektromost, és akkor együtt vagyok velük, és énekelünk. Az, hogy a mindennapok során látják, hogy én ugyanúgy élek, mint bármelyik más ember, tehát nem másik világban élek, hanem ugyanebben élek, de úgy próbálok élni, ahogy azt, amit hirdetek. Bizonyos szempontból nyilván ez nem sikerül, mert hála Istennek nem vagyok tökéletes, de mégis a mások elé élni, tehát ez a kulcs, talán azt gondolom. Hát részben talán válaszolt is a következő kérdésemre, de talán megengedi, hogy egy kicsit lazább stílusban azt olyat is kérdezzek, vagy olyan kérdést tegyek fel, hogy mitől lehet valaki jó fejpap? Nem titok, hogy önről ilyeneket lehet hallani, hogy jaj, hát tudjuk, az örkényi tisztelet, vagy plébános urat ismerjük, és ő nagyon jó fej. Attól hogy lehet, hogy jó fej kérdez. Hogy lehet jó fej papként élni, és mit kell ahhoz tenni, hogy az emberek így tartsák számon? Nyilván azok, akik dicsérnek engem, vagy bárkit, nekik van egy alapvetően pozitív tapasztalatuk. Most azokat is meg kéne kérdezni, akiknek nincs. Mert biztos én is időnként viselkedem úgy, ahogy nem kellene, amit azt mondom, hogy én is tudok türelmetlen lenni, és nekem is vannak emberi hibáim, és minden csak viszonyítás kérdése, én azt gondolom, de azt szeretném hinni, hogy nem szoktam magam megjátszani. És hogyha ezzel mondjuk megbotránkoztatok valakit, mert mondjuk éppen most jöttünk haza szolgálatból, és a munkatársam kérdezte, hogy ez milyen zene, amit hallgatsz, és hát rockzene, mert én mindig is azt hallgattam, és én azért nem hagytam el, mert pap lettem, mert még kellene, tehát hogy mi ezzel a probléma. Tehát hogy nekem van egy emberi stílusom, azt én hoztam magammal, tehát az nem érdem, ezt nem érzem érdemnek egyáltalán. Az egyháznak nyilván egyik legnagyobb feladata, hogy a fiatalokat és a gyermekeket megszólítsa és bevonza a templomba. Itt Örkényben hogyan sikerül ez, és mi az, egyház feladata ebben? Ez egy nagyon nagy feladat. És egyre inkább azt látom, hogy bármennyire is fogékonyak, tehát van a gyerekkornak egy része, amikor nagyon fogékonyak a gyerekek. Tehát amikor például első áldozásra készülünk, ezek a általában jelenleg a harmadikos, maximum negyedikes gyerekek, azok úgy be tudnak lelkesedni, hogy minden misén ott van, minden alkalommal, nem csak amikor kell, tehát hogy nagyon oda tudja adni magát. Aztán jön a kamaszkor, ezen szerintem mindannyian átestünk, és akkor az különböző módon nyilvánul meg. Van, aki akkor ugyanúgy megmarad, de a többség nem. Ennek nagyon sokféle oka van, erről a valláspszichológusokat kell megkérdezni, és én azt látom, hogy amikor aztán ezek a gyerekek, későbbi kamaszok felnőve kisgyerekes szülőkké válnak, és hát ez indul a kereszteléskor, hogy na, lett egy gyerekem, és akkor szeretnék... Tehát a keresztelés mindenkinek fontos, akkor szerintem. Utána szembesül azzal, ugye most már nálunk gyakorlatilag jövőre teljessé válik az iskolákban ez a kötelezően választandó, vagy választható hittan. Tehát ott megint már akkor találkozunk, utána jön az első áldozás, és az egy nagy lehetőség tudna, és tud lenni arra, hogy a szülő is, ha eddig nem volt benne a keresztény közösségben, akkor bekapcsolódjon. Na most itt nagyon nagy szerepe van a papnak. Tehát ezt nem lehet eltagadni, és ebben a tekintetben én is érzem a kihívást,
Tehát azt, hogy évről évre, vagy van, ahol két évente, attól függ, hogy milyen a gyereklétszám, készítünk elő gyerekeket elsajátozásra, az rengeteg alkalmat jelent, és nem csak a gyereket kell nézni, sőt, én megkockáztatom azt, hogy ugyanolyan súllyal kéne nézni a szülőket, még akkor is, hogyha úgynevezett vegyes házasság, ami azt jelenti, hogy esetleg a egyik fél csak katolikus, a másik nem, vagy tán nincs is megkeresztelve, tehát ezzel, hogy lásson egy közösséget. A másik pedig, hogy a pap vezetésével az a közösség az olyanná alakuljon, hogy oda utána szeretnének visszajönni. Tehát, hogy van vágyuk, hogy na, ott jól éreztem magam, mert a mai ember oda megy vissza, jól érzi magát. Nem ahol szépen beszél a pap, már hogy fennkölten, hanem ahol jól érzi magát. És hát ugye, mivel egy fecske nem csinál nyarat, egy pap sem. Tehát a papnak kell a közösséget úgy irányítani, de magát kell a közösséget úgy, hogy hát ezt most úgy szokták megfogalmazni szép tudományosan, hogy befogadó közösség legyen. Tehát magyarul, ha bejön valaki, és beül arra a helyre, ahol eddig a illető ült 20 évig, akkor ne azt mondja, hogy menj arrébb, meg ne azt mondja, hogy eddig nem jöttél, most minek jöttél, hanem segítsük és örüljünk neki. És nyilván mindenféle viselkedés lát az ember. Egyébként visszatérve az iskolai hittan oktatáshoz, érzi ennek a pozitív hatását? Hogy most már kötelező a hittan tanulása az iskolákban is, látszik-e ez a letisztult templomba járáson? Ez mindenképpen pozitív. Tehát letisztult a kép. Egyébként, ha megnéznék Örkényt, Táborfalvát és Tatárszentgyörgyöt, három hely, amit az én vezetésemre bízott a püspök atya, akkor három nagyon eltérő közösséget lát ebből a szempontból, meg például hittanos létszámot is. De letisztult a kép. És ez alatt azt érti, hogy most már akkor tudjuk, hogy ki hova tartozik? Így van. Tehát látjuk azt, hogy ki az, aki ezt választja, ki az, aki a mást választ, vagy választja a világi, tehát az erkölcstant. Az erkölcstant. Ugyanakkor azt is látom, hogy nagyon sok embernél van vallási tudatlanság. Olyan fokú, hogy meg szoktunk lepődni. Mert ugye, tehát megkérdezem, mert kérdezik ugye azt, hogy lehet-e jönni olyan gyereknek is hittanra, vagy választható az, aki nincs megkeresztelve. Mondom, persze, semmilyen feltétele nincs. És akkor kérdezem, hogy megvan keresztelve a gyerek? És akkor van olyan, hogy igen, megvan, és akkor gyanús, és mondom, katolikus? Hát tudja, abba a kicsibe kereszteltük. Tehát, hogy nem tudja, hogy az most katolikus vagy református. Tehát van ilyen is, és nem egy, nem kettő, nem három. Meg hát van, amikor azt mondja, hogy nem is emlékszem pontosan, hogy megkereszteltük-e, majd otthon megkérdezem. Tehát, hogy valahol ez nagyon elsikkadt egy időben, most megint feljövőben van, és esetleg kezd fontossá válni, és azért mondom azt, hogy nagyon sokszor a szülőnél kell kezdeni ezt a beszélgetést. Viszont a másik nagy sláger, hogy házasságot mindenki templomban szeretne kötni. Aki szeretne, az nagyon sokszor szeretne templomban is kötni. Itt is rengeteg tév eszme van, és nagyon sokféle gyakorlat is van. Mert nagyon még mindig egy picit átmeneti időben élünk az egyházban, és van az egyik oldal, aki azt mondja, hogy csak az köthet egyházi házasságot, ha mind a kettő katolikus, mind a kettő megvan keresztel, mind a kettő volt első áldozó, bérmálkozó. És van az egyházi előírás. Ezzel szemben mi a gyakorlat? És van az egyházi előírás, ami meg azt mondja, hogy ha az egyik meg van keresztelve, figyelem, az egyik meg van keresztelve, akkor meg kell kötni a házasságot. Én mindig azt szoktam mondani. Ez jó vagy rossz? Vagy nincs ilyen, hogy melyik? hogy engedékenyebb lett az egyház? Én azt gondolom, hogy nemet mondani, az mindig egy ajtó becsukását jelenti. Ha pedig azt mondom, hogy igen, de, akkor nyitva hagytam az ajtót, és majd eldönti az illető. Mindig azt mondtam, és hát erről meg lehet kérdezni azokat, akik jártak egyes oktatásra, minden évben elmondom, hogy ne azért legyen ne azért akarjon megkeresztelkedni, első áldozni vagy bérmálkozni, hogy a templomban lehessen az esküvője,
hanem azért jöjjön, mert őt érdekli ez a dolog. És hogyha majd 5 év múlva jön, akkor jön 5 év múlva. Nagyon nagy a rizikó, én ezt elismerem, és ez így van. És persze van olyan, akkor azt mondják, hogy összefognak 2-3-an, és azt mondják, hogy jövünk akkor. És persze ez a ritkább, mert a házasságkötés utáni események, teendők, gyerek, családalapítás elveszi ezt a figyelmet, de bizony volt olyan, amikor az anyukát megkereszteltem a gyerekének a keresztelőjén, és akkor első áldozó is, megbérmálkozó is volt. És azt gondolom, hogy ez egy óriási példa volt azoknak is, akik ott voltak, akár családtagként, akár ismerősként. És akkor a másik nagy felbuzdulás a templomba járásra, amikor az ember egy kicsit idősebb lesz, vagy amikor valami nagy baj történik vele. Ezek az életnek a határhelyzetei, így van. Valahogy mindenki a vallás felé fordul. Igen, mert keresi a kapaszkodót. Ez természetes dolog. És az is, az megint egy másik lelkületet kíván, hogy de ugyanakkor ez ugyanaz a Jézusi lelkület, aki minden szükséget szenvedőhöz kivétel nélkül mindig úgy fordult, hogy irgalmas volt hozzájuk, és az embert látta benne. Nem kérdezte azt utána, hogy össze is követsz engem. Sőt, hogyha követni akarta, azt mondta, hogy menj is, tedd a dolgodat. Hanem ingyen is, feltétel nélkül adta a szeretetet. És akkor végül is a húsvét végső üzenete és a nagy ígéret, hogy valamennyiünk számára a feltámadás ott áll lehetőségként. A keresztények úgy kezdték el ünnepelni a húsvétot, hogy összejöttek házaknál, és Jézus feltámadásának a napjának a hajnalán, tehát magyarul szombat éjszaka vagy vasárnap hajnalban, bemutatták a apostolok vezetésével a kenyértörést, ezt mi most szentmisének hívjuk. Aztán évről évre, azon a évfordulón, amikor történt ez a feltámadás, tehát Jézus szenvedése, keresztül halála és feltámadása, akkor ezt mindig ünnepélyességgel meg ünnepelték, és hát itt vagyunk a húsvéttal. De mi minden vasárnap Jézus feltámadását ünnepeljük, úgyhogy én mindig azt mondom, meg nem csak én, hogy minden vasárnap az húsvét. Persze van ez a valóban húsvétnak nevezett hétvége. Én inkább úgy szoktam ezt megfogalmazni, hogy Isten szeret. Isten szeret mindenkit. Köszönjük szépen. Én is.